A rendezvényt Szepesi Tibor polgármester nyitotta meg. Én, ahogy a létszámot látom, egy nagyon jó szervezés elején állunk, bízom abban, hogy ez a nap is ilyen szépen fog eltenni, és mindenki megelégedésére fog szolgálni. Az időjárás tökéletes, a szurkolókat hátul már alig várják, hogy elkezdődjön a mérkőzés, úgyhogy én azt gondolom, hogy igazából csak meg kell nyitni ezt a rendezvényt, és el kell kezdődni a mérkőzésre. Mondta köszöntőjében Szepesi Tibor polgármester, aki nem érkezett üres kézzel, hiszen minden sportoló egy-egy kosárliget, streetball bajnokság karcagfeliratos pólót vehetett át. Fodor Csaba, a szakosztályvezetőt kérdeztük a versenyről, aki elárulta, hogy mintegy 130 sportoló vett részt az eseményen. Rekordnak nem mondható, de valóban népes a létszám. Úgyhogy nagy örömmel tölt el bennünket, hogy mintegy 130 sportoló vesz részt az eseményen. Valóban érkeztek ugye Ceglédről, Törökszent Miklósról, Tiszafüredről, gyakorlatilag Kazincbarcikáról is még. Úgyhogy van népes mezőny, igen. A legtöbb induló karcagi, utánpótlás kategóriában 9, nyílt kategóriában pedig 4 csapatot állított fel. A szakosztályvezető elmondta, hogy szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt a kosárlabda szakosztályba, aki szeretné magát kipróbálni a játékban. A lehetőség ugye eleve a kosárlabda szakosztály által biztosított, és várunk is szeretettel mindenkit, aki ki szeretné próbálni magát ebben a játékban. A legkisebbektől, tehát már az U9-es, U10-es, U11-es, U12-es, U14-es korosztályokban, valamint a középiskolás és felnőtt kategóriában. A 2018-ban elkészült streetball pálya ma is nagyon népszerű. Sokan vesznek részt délutánonként, esténként itt egy-egy baráti mérkőzésen. Ki van használva a 2018-ban épült pálya, amelynek a felújítását a streetball rendezvény előtt a varrós festő brigáddal meg is tettünk, felvonalasztunk, kijavítottunk egy-két hibát benne, és nagy segítségünkre volt Tukart Sándor is, aki gyakorlatilag a hálók felrakásában és minden egyéb karbantartásban, ami szükséges volt, részt vett.